Most az erőről szeretnék egy picit beszélni, hogy hogyan is jelenik meg az életünkbe, és hogyan tehetsz szert valódi erőre. A kártyában ugye van egy ilyen lap, az erő lapja, ami, hogyha megnézed, nagyon érdekes módon egy hölgyet ábrázol. Ez a legtöbb kártyán egyébként női főszereplő, és ez azért nagyon fontos, mert hogyha az erőre gondolsz, akkor feltétlenül mindig egy férfi markás, felső teste, egy nagy izomerő az, ami elsőre eszedbe juthat, de itt nem erről, az erőről van szó. Ugye mitől lehetünk erősek, és hogyan segít a tarókártya, hogy erre az erőre rá találj? Hát az első az pont ez a hölgy, akit szerepel, hogy mindenképpen a női energiákat kell érdemes használni, mivel itt a gyengétség és a türelem az, ami segít majd, mert ha megnézed, hogy mit csinál a képen, akkor ő egy oroszlánt szelidít, ugye simogatja, tehát itt azt nem lehet erőszakkal és gyorsan csinálni. Tehát az egyik, amitől erősebbé válsz, hogy egy picit gyengédebb és türelmesebb vagy, akár önmagadhoz, akár a környezethez is. És mindenképpen ugye nagyon fontos, hogy uralkodj magadon. Ez is egy nagyon fontos üzenete a lapnak, és hoztam én másik kártyát, amin ez nagyon jól ki van fejezve, ez pedig az álom taró. Ha megnézed, ugye itt egy ilyen lánccal van körbefogva a tigris, és pont ugye a nafon a csakránál helyezkedik el, és hát látszik a hölgy testtartásából, arc kifejezéséből, hogy ő uralja ezt az erőt, ezt az energiát, ami egyébként ugye a tüzet is jelenti, az akarat erőnket, akár a cselekvő erőnkről is szólhat, hogy ezeknek is megvan a maga ideje, és ez nagyon fontos kivárni. Itt egyébként a háromszög a csillaggal a homlokán, ugye mindenképpen felhívja a figyelmet a harmadik szemre, ami ugye a tisztánlátás, az intuíció központja, ami segíthet abban, hogy ezt a belső erőt megleld. Ha nézzük, milyen tulajdonságok, milyen tevékenységek segítenek, hoztam még több kártyát az erő lapjáról, megmutassam, hány oldala van ennek a témának. A Viltaron nagyon érdekes, hogy férfi van a képen, ez nagyon ritka egyébként, de ha megnézed, ugye itt egy bikával küzd éppen, és hát nem igazán látjuk, melyik az erősebb, de egy nagy erőlködés jelenik meg. Ez a lapnak inkább a negatív oldala, tehát amikor ugye erőt akarunk kifejteni, erősek akarunk lenni, nagyon sokszor eshetünk abba a csapdába, hogy erőltetjük a dolgokat, és ellenállunk bizonyos helyzeteknek. Ezt az ellenállást látod itt a képen, ami, hát, hogyha belegondolsz, hogy olyan erővel nyomja a bikát, mint a bika őt, tehát, hogy nem nagyon tudnak kimozdulni ebből a helyzetből, csak hogyha elfáradnak. Tehát nagy eredménye igazán nem lesz, tehát itt arra hívja fel a figyelmet a lap, hogy vizsgáld meg, hogy mi mindent erőltetsz, mi az, aminek ellenállsz, és hát lehet, hogy ezeket érdemes felülvizsgálnod, és adott esetben ezeket az ellenállósakat elengedni, mert vannak olyan helyzetek, nyilván nem egy bikára gondolok, ami ugye azért nem szaladgál az országba, hanem vannak olyan helyzetek, amiket azért nem tudunk megoldani, mert nagyon erőltetjük, itt, ha kivárnánk a megfelelő időt, a cselekvésre sokkal előrébb jutnánk. Na, hoztam még két kártyát. A, az egyik ez a romantik taróból, ahol szintén egy picit ezt a negatív oldalt láthatod, hogy próbálja elvonszolni ez a férfi a szobrot, ami egyébként ugye ugyanaz az ábrázolás, mint a ráiderem volt. Ugye nagyon hasonló. Hát egy kicsit ugye egy ilyen megfagyott erőt is jelképez maga a szobor, és hát a férfi is ugye ezzel a nagy erőlködéssel, hát látszik, hogy olyan nagy eredményt nem fog elérni, szemmel láthatóan nagyobb a szobor, és nagyobb súlyú is, mint amit ő el tud vonzolni. Tehát mindenképpen itt is arra hívja fel a figyelmet, hogy párkapcsolatokban, hiszen ugye ez egy párkapcsolati tarócsomag, figyelj oda, hogy ne erőltesd a dolgokat, utalt egyébként még arra, hogy egy befagyott kapcsolatot erőltetni akarsz, és nagyon le akarod győzni a fájdalmakat, a problémákat, tehát ezeket mind-mind jelképezheti ez a lap. És akkor hoztam még egyet, egy ilyen nagyon játékos kártyából, szerintem nagyon szép az ábrázolása, ez a fekete macska taró kártya csomag ahol ugye egy nagyon helyes cuki oroszlán a cica. Hát mindenképpen ugye azt mutatja, hogy valami nálam hatalmasabb erőt próbálok szeliden, finoman megközelíteni. És itt még ugye azért is nagyon érdekes ez a kártya, mert ez mindegy barlangban teszi. Tehát utal arra, hogy nem kívül kell ezeket a dolgokat megoldani, hanem belül befelé kell haladnod, és ott találod meg a valódi megoldásokat. Tehát utalt ez akár arra, hogy a belső gyermekedet egy picit gondoz, tápláld, vagy neki figyelmet és szeretetet. Persze arra is, hogy az egónk esetleg kudarcot vallott, és egy picit vele is törődni kell. Meg hát persze ugyanúgy utal arra, hogy ezt a belső tüzet, ezt a nagy kölcsösséget, ami ugye mindig kudarcra van ítélve, hogyha erőltetjük, akkor ezt egy picit szeridebben kell megoldani. Szóval az erő összességében mindenképpen úgy érhető el, egyrészt, hogyha szerid vagy, gyengéd vagy, uralod magad, az akaraterőd, a cselekvési energiádat, tehát a megfelelő időben és a megfelelő módon használod. Ha fölvállod a személyiségedet, ugye itt ezt az álmoktól nagyon jól láthattuk, hogy fölvállalja önmagát, és hát ugye kerülöd a görcsös erőlködést, és akkor ez biztos, hogy segít majd célba érni. Na, hát legközelebb hozok még majd ilyen témákat, amiket átbeszélünk a kártyák segítségével. Én, ha tetszett, megköszönöm, hogyha megosztod mással is. Nézz körbe a csatornán, mert nagyon sok érdekes videót találhatsz, illetve érdemes meglátogatni a honlapomat, hargitajandi.blogspot.com, ahol könyveket is találsz a tarókártyáról. Köszönöm szépen a figyelmed!